Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi jóslás szeptember 19-ig. A hétvégén a Hold eléri Jupiter bolygót, utána pedig eléri Neptun bolygót, és együtt hatnak. A Holdnál lehetnek kisebb változások. Amit a Hold még szimbolizál, ezek az érzelmek. Jupiter bolygó hatása alatt szerencse történik. Itt megvannak a lehetőségek most arra, érzelmekkel közeledni valakihez, vagy érzelmekről beszélni. Jupiter bolygó utal az igazságra is. Tehát kiderül az igazság. Vagy ha benne vagy egy bizonyos helyzetben, amit eddig úgy éltél át, hogy igazságtalanságok történtek, akkor Jupiter bolygó most szerencsét hoz. Neptun bolygó szimbolizálja az intuíciót, az inspirációt. Itt megvan a művészi tevékenység is, és kihat az érzelmekre. Azon kívül Neptun bolygó az uralkodik az álmok felett, és az hasonló, mint a Holdnál is. Az lehet, hogy egy álom megvalósul, és ebben Jupiter bolygó segít, hiszen itt vannak a lehetőségek, ez a szerencse. Az is lehet, hogy te álmodsz valamit, és ennek van egy fontos jelentősége, mert a lelked üzeni ezt számodra. Az is előfordulhat, hogy a te lelki társad álmodik, vagy álmodozik rólad. Van múlt, van jelen, és van jövő is. Először megtekintjük a múltat. Mit kellene megváltoztatni? Mitől kellene elbúcsúzni? Vagy mit kellene lezárni? Itt látható egy király, aki uralkodik a levegő eleme felett, és az utal a kommunikációra. De ha én megnézem ezt a képet, akkor ez nagyon-nagyon beképzelt, és megpróbál parancsolgatni neked. A kártyáknak van szimbolikus jelentése is, ez lehet egy férfi, de lehet egy nő is. Ne hagyd azt, hogy mások parancsolgassanak neked. Itt ezen a képen látható az ellenség, ugyanúgy, mint itt a háttérben valaki figyel téged, vagy figyel benneteket, és nagyon féltékeny. Szerencsére itt van a tolvaj, és eltávolítja az ellenséget, eltávolítja ezt a féltékeny szemét is itt a háttérben. Ez lehet egy férfi, de lehet egy nő is. De visszatérve még erre a tolvajra, légy azért óvatos, nehogy valaki ellopjon tőled valamit. Ezek nem csak anyagi dolgok lehetnek, hanem ha valaki rabolja az idődet, vagy rabolja az energiádat. És most megtekintjük a jövőt. Mi várható rád a következő napokban? Itt ezen a képen látható egy találkozás, vagy a barátnőkkel, ismerősökkel, vagy van egy csoport, és úgy érezhető, mintha mindenki téged figyelne. De fontos az, hogy itt tanulsz valamit. Ne ítélkezz mások felett,
hanem éld a magad életét. De ne engedd meg azt sem, hogy mások ítélkezzenek feletted, mert nincs ehhez joguk. És hogyan tovább, hogyan alakulnak az események? Itt látható ez a kehely, és az utal a víz elemére, és a víz eleme szimbolizálja az érzelmeket. Az fontos most, hogy hallgass a te belső hangodra, figyelj oda a saját érzelmeidre, amit ez a kehely még jelenthet, ez a te intuíciód, egy művészi tevékenység, ebben segít Neptun bolygó, a hold is, mert ott is érzelmekről van szó. Ha megnézzük itt a kártyákat, mindenütt a kejhek jelennek meg, ami az érzelmekre utal. Ez a kép itt nagyon érdekes, hiszen mutatja a múltat, a jelent és a jövőt. A múlt itt látható alul. A három kehely már összetörött. Ott folynak a könnyek. Ezt lezártad, vagy most van ennek az ideje ezt lezárni. A jelent itt mutatja ez az alak középen. És befele tekint. Ez lehet a meditáció, a visszahúzódás, valamit magával kell rendeznie, mielőtt lépéseket tesz. Ez utalhat a te tartásodra, de utalhat a lelki társadra is, hogy jelenleg nagyon csendes, nincs hír tőle. A háttérben van a jövő, és ezt mutatja itt ez a kettő kehely, te és ő. És a kelyheknél érzelmekről van szó. Ő meg fog fordulni, oda fog nézni, és akkor megvan köztetek a kapcsolat, ezt jelenti itt ez a kép is, hiszen a 10-es szám utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik, és itt is érzelmekről van szó. A gyermekek utalhatnak gyermek születésére, család alapításra, de szimbolizálják az új kezdetet is. És hogy érzed magad a következő napokban, hogy hat ez rád, a te érzelmeidre, ezt mutatják itt a kártyák. A napokban lesz egy kellemes meglepetés. Itt szerelemről van szó, és valaki óv téged, segít neked. És én kívánok neked egy szép hétvégét, nagyon sok szeretettel, Dender Rák.